teljesíthetetlen feltételeket szabna, így lehetetleníteni el a Közép-Európai Egyetemet a kormány. A CEU diszkriminatívnak tartja a törvényjavaslatot, de a rektor szerint nem zárják be az intézményt. Bokros Lajos, az egyetem volt vezérigazgatója szerint a kormány nem csak a CEU-t támadta meg a törvényjavaslattal, hanem a nyílt társadalmat, a liberalizmust és a jogállamot is. Bokros Lajos, az egyetem volt vezérigazgatója úgy látja, a kormány nem csak a CEU-t támadta meg a törvényjavaslattal, hanem a nyílt társadalmat, a liberalizmust és a jogállamot is. A kétszer mondjuk még hangsúlyosabb, higgyék el nekem. Bokros Lajos a vendégünk. Nem mondom végig még egyszer, az egyetem volt vezérigazgatója. Jó estét! Jó estét kívánok! De sokkal inkább azt kellene hangsúlyozni, hogy az egyetem tanára vagyok. Igen, ez most jobban hangzik. Most mosolyogunk, de sokok ebben a történetben alig ha van. Ugye az történt, hogy egy olyan törvényjavaslatot terjesztett elő a kormányzat tegnap este, igen, amely több pontján kifejezetten a Közép-Európai Egyetemet célozza, mert hogy más egyetemre, más kampuszra egyáltalán nem vonatkozik mindaz, ami ott le van írva. Erre mondják azt azok, akik ebben érintettek, hogy ez egy teljesen egyértelmű, direkt támadás. Ön megszólalt pártelnökként ez ügyben, vagy tanárként, vagy volt vezérigazgatóként, vagy csak Bokros Lajosként? Ezeket szét lehet válogatni? Nem kell szétválogatni. Egy biztos, hogy nem nyilatkozhatok hivatalosan a Közép-Európai Egyetem nevében, mert erre csak a rektor jogosult. Egyébként pedig a műsorvezető úr eldöntheti, hogy melyik sapkában vagyok itt. Minden sapkában ugyanazt fogom mondani. Ez a törvényjavaslat, ami tegnap este nyilvánosságra került, ez általános támadás a tanszabadság ellen. Tehát aki azt gondolja, hogy ez kizárólag a Közép-Európai Egyetem elleni támadás, az téved, mert előbb-utóbb sorra kerülnek a magyarországi egyetemek is. A magánegyetemekkel van a baj? Azzal van a baj, hogy vannak olyan egyetemek, ahol nem feltétlenül abban a logikában zajlik az oktatás, mint hogy azt a kormányzat elvárná a felsőoktatási törvények alapján? Ha ezt a elég rövid törvényjavaslatot áttekintjük, akkor azt látjuk, hogy ez igyekszik szűken csak a Közép-Európai Egyetem ellen támadni. Itt ugyanis arról van szó, hogy azt kéri a törvényjavaslat, hogy az európai gazdasági térségen kívüli országokból, tehát Kanadából és az Egyesült Államokból származó egyetemek csak akkor működhessenek Magyarországon, hogyha azt külön államközi szerződés szabályozza. Tehát magyarul a szabad intézmény alapítás lehetősége az európai gazdasági térségen kívülről származó országokból nincsen. Na most a magyar-amerikai kormány köthetett volna annak idején ilyen egyezséget, de hát a szabad világ éppen arról szól, meg a tanszabadság pláne arról szól, hogy egyetemek, ha egyébként megfelelnek az akkreditációs követelményeknek, amelyek Magyarországon és az Egyesült Államokban is nagyon szigorúak, és a Közép-Európai Egyetemnek sokkal hamarabb volt Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban akkreditációja, akkor miért nem működhessen? Bennem, hát most megszólal azért a kis ördög. Szóval az amerikai-magyar kapcsolatokra a mai magyar kormány rendkívül büszke. Donald Trumpnak az első támogatója a kormányfők részéről Orbán Viktor volt. Tehát, hogyha Orbán Viktor akarja, mint hogy a kormányzat elmondta ma többször, hogy semmi bajuk a Közép-Európa Egyetemmel, sőt, ők örülnének, ha maradna csak, akkor simán lehet kötni egy ilyen megállapodást. Orbán Viktor jelzi, hogy ebben ő érdekelt, és gondolom az amerikaiaknak ez ellen nem lesz kifogás. Hát mi itt a baj akkor? Mondom, hogy a kis ördög. Nagyon helyes, hogy ezt a kérdést fölteszi, mert tudjuk azt, hogy rektorunk az elmúlt egy hónapban, mikor már kiszivárgott ennek a majd beterjesztendő törvényjavaslatnak a híre, akkor kereste a kapcsolatot a magyar kormánnyal, és szeretett volna tárgyalni az Emberi Erőforrás Minisztériumnak a magasrangú vezetőivel, akik a mai napig elzárkóztak ettől, és csak most, ahogy itt beszélünk, ma este van először módja a CEU rektorának arra, hogy Palkovics államtitkárral beszéljen. De hát, hogyha egy egyetemet alapjaiban megrendítő törvényjavaslatot készít elő, akkor még nem előtte szokás arról beszélgetni? Hát épp ezért mondom, hogy rossz hiszemű és sunyi a kormánynak a magatartása, hogyha az lenne a helyzet, hogy nem a CEU ellen történő támadásnak lehetne ezt minősíteni, hanem egy általános javítása az egyébként sok sebből vérző, de itt most nem elmondandó úgynevezett nemzeti felsőoktatási törvénynek, akkor is kellett volna, önnek teljesen igaza van, erről konzultációt folytatni, mondjuk a rektori konferenciával, vagy a szakmai szervezetekkel. A Közép-Európai Egyetem rektora is tagja a magyari magyar rektori konferenciának. Hát azért nem beszéltek velük, mert akkor ő is meg tudja, hogy mit terveznek. Igen, de akkor, hát viszont mégiscsak a CEU elleni támadásról van szó. Kiadott ma egy közlemény, tudjuk, szeretitek a kultúrharcot, állunk elébe. Na hát erről a kultúrharcról beszéljünk egy pici szünet után, jó? Jó. Ezt egyúttal önöknek is mondom, beszéljünk erről pár perc múlva. Várom önöket vissza Bokros Lajossal. Újra itt vagyunk, előbb Bokros Lajostól idéztem, mert ma született egy közlemény a Közép-Európai Egyetem ügye kapcsán. Hát egy kicsit előrébbről is hadd idézek. Amerika, a szabadság, a jogállam és a nyílt társadalom tündöklő bástyája természetesen minket fog támogatni, hogy a követség közleményéből már is tudható. Tudjuk, szeretitek a kultúrharcot, állunk elébe. Ez egy kultúrharc, amit Orbán Viktor és kormánya elkezdett. A Közép-Európai Egyetem, Soros György az illiberalizmus nevében a liberális társadalom ellen? Pontosan, és itt nem a Közép-Európai Egyetem sorsa fontos, hanem ennél jóval nagyobb léptékű kérdések megoldásáról van szó. 7 éve folyik ez a bizonyos kultúrharc az országban, amit akartam németesen Kulturkampfnak is nevezni. Az egyik ugye a liberalizmus és az illiberalizmus, a szabadság elvűség és a szabadság eltiprásának a küzdelme. Orbán már azelőtt, mielőtt hatalomra került, meghirdette ezt az illiberális demokráciát, amire Merkeltől kezdve nagyon sok nyugati vezető azt mondta, hogy ez értelmezhetetlen, ez fából vaskarika, mert szabadság nélkül népuralom nincsen, az illiberális demokrácia az fából vaskarika. A Közép-Európai Egyetem az igenis a liberális piacgazdaság és a liberális demokrácia érték elvei mellett áll ki. De tovább megyek, nagyon fontos, hogy Orbán Viktor a múltkor a Kereskedelmi és Iparkamara nyitó közgyűlésén miről beszélt? Etnikailag egynemű nemzet és kulturálisan egysíkú nemzet. Mi pont fordítva, mi az etnikai sokszínűség és a multikulturalitás mellett állunk ki, pontosan azért, mert ez az érdeke a magyar nemzetnek és minden nemzetnek. Említettem az előbb önnek a szünet alatt Kolozsvárt, a Kolozsvári Egyetemen multikulturalitás van, és hogyha valaki ott az egysíkú kultúrát, netán az egynemű nemzetet vagy etnikumot szeretni, az csak a román lehet, következésképpen a magyar nemzetrészek ottani érdekeit lábbal tipró politikát folytat. És végül nem utolsó sorban ennek a kultúrharcnak része az is, hogy nyitott gazdaságot vagy zárt gazdaságot, nyílt társadalmat vagy zárt társadalmat szeretnénk. A CEU és a liberális gondolkodás az nyilván az előbbit akarja, nem csak azért, mert ez egy érték, hanem azért is, mert nyílt társadalom és gazdaság nélkül nincsen versenyképes felzárkózás. Ettől lett ellenség Soros? Pont igen. Attól, amit most elmondott? Ettől, igen, igen. Hogy egészen más oldalon van? 180 fokos érték szembenállás van. A jelenlegi kormány által képviselt értékek és az Európai Unió, a nyugati civilizáció értékei között. De ezek őszintén képviselt értékek, nem napi érdekek mentén megszület. Ugye, de ez lényegtelen. Nem, egyáltalán nem lényegtelen. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy van-e mögötte egy eszmerendszer, szerintem ami beleáll rosszabb, egy kormányzat, nem vagy is ha nincs. Rosszabb, ha nem is hisznek benne. Egyébként én is azt gondolom, hogy az mindegy. Tehát egy színikus, aljas felfogás. Nem tudom, nem ismerem ezeket a fiúkat annyira, hogy ezt megmondhatnám. Azt gondolom, hogy lehetnek olyanok, akik hisznek is benne, mások pedig pusztán azért csatlakoznak hozzá, mert most ez a divat. Harmadrészt olyanok is lehetnek, akik egyszerűen anyagi érdekből, hatalmi mániából követik ezeket az eszméket. Most ez a divat, ezt egyébként nagyon pontosan igen, az egész világon, pontosan Nyugat-Európában, Amerikában is így van, pontosan. Tehát az történik itt most, hogy Orbán Viktor felült egy olyan hullámra, amit jól megérzett még akkor, amikor elég lapos volt, és most hát elég magasan van már ez a hullám, tehát ő látszik a tetején. Igen, de lehet, hogy ez a hullám hamarosan lecseng, és nem lesznek támogatói Nyugat-Európában, vagy Egyesült Államokban sem adott esetben. Nagyon lényeges, hogy Nyugat-Európában azért jóval erősebbek a modernitás erői, azok a jobb-közép és bal-közép erők, amelyek igenis a nyílt társadalom, a szabadságelvűség, a kapitalista piacgazdaság, az Európai Unió és a nemzeti érdekek összehangolása mellett törnek lándzsát, és nem fogja elönteni Nyugat-Európát az a fajta megveszekedett nacionalista populizmus, ami egyébként végét vethetne az európai békének is. Annyit használjuk ezt is, mert a következő percekben is sokszor fogjuk használni, már a mi beszélgetésünk után is, hogy nyílt társadalom. Mi az? A nyílt társadalom azzal jellemezhető, hogy van szabad kereskedelem, szabad vállalkozás, szabadon áramlanak az eszmék és az emberek, a tőke és a munkaerő. De ki az, aki ez ellen épésszel ágálna? Például a magyar kormány. De ők a zárt társadalmat szeretik. Azokat az érveket, amik szerintem mindenkinek az érdekében állnak, hogy megmaradjanak. Hát jó lenne, ha így lenne, műsorvezető úr. De az a helyzet, hogy az ő ellentmondásuk és a zsákutcás fejlődésük éppen abban ragadható meg, hogy egyfelől szeretnék azt a jólétet, amit Nyugat-Európa mutat föl, szeretnek bizonyos importtermékeket, szeretik azt, hogy a magyar boltokban is minden megtalálható, a világ egészének a kínálata és termelése. Ugyanakkor foggal körömmel harcolnak a idegen tőke ellen, a multinacionális vállalatok ellen, tessék a Heinekenre gondolni, a vörös csillaggal, teljesen nevetséges, torz és egyszerűen bornírt elképzelés az egész, amivel konkrétan kárt okoznak csak a Székelyföld, az erdélyi magyarok, Románia egész gazdaságának, és nem különben a magyar kormány és a magyar állam presztízsének is. Itt egy olyan kormány van hatalmon Magyarországon, amely nem szereti a versengő kapitalizmust, amely nem szereti azt, hogy a piac válogassa ki a sikeres vállalkozót. Ők akarják kiválogatni, egy mindenható, korlátozatlan és korlátozhatatlan állam szerepébe tetszelegve, a közbeszerzések eltorzításán és korrupt megoldásán keresztül sikert azt tud elérni, aki hozzájuk dörgölődik. Ez a zárt társadalom. Itt van ez a SZEU történet, a Közép-Európai Egyetem, tegnap megjelent. Egy utolsó mondatig, az időnk is rendesen elszaladt. Mit gondol? Végig tudja játszani ezt a játékot a kormány, vagy magára rántotta az üveges vitrint? Én remélem, hogy magára rántotta az üveges vitrint, de hát tudjuk, hogy Orbán Viktor nem könnyen adja föl, és néha még akkor sem adja föl, amikor már saját magának személy szerint is árt. Őt nem érdekli a magyar nemzet sorsa, a magyar társadalom és gazdaság érdeke, őt nem érdekli Európa sorsa és az európai nemzetek szolidaritásának az érdeke. Hogyha ő neki a saját anyagi, illetve hatalmi érdekét ezt szolgálja, akkor végigviheti a harcot. De hát ebbe mi az érdeke, hogyha ebbe bele van kódolva? Pusztán csak a kivagyiság, pusztán csak a primitív, pökhendi, útszéli, magyarugar jellegű, műveletlen kivagyiság, ami azt akarja megmutatni, hogy akkor is én vagyok a legnagyobb kakas a szemétdombon. Hát bizony ez az egész szemétdomb, amit csináltak a magyar államból, következésképpen ezen nyugodtan lehet már nagy kakast játszani, csak az a helyzet, hogy ezzel tényleg ártunk a nemzetnek, a magyar hazának, a magyar társadalomnak, egész Európának, és végső soron a nemzet érdekének. Köszönöm, hogy eljött és elmondta. Köszönöm szépen.